من عرضم اینه. Irán vallási és politikai vezetője megvédte az üzemanyag áremelésről és a benzinjegy bevezetéséről szóló kormányzati döntést. Ali Khamenei Ayatollah egyúttal kemény fellépésre figyelmeztette azokat, akik a szombati tüntetéseken gyújtogatni kezdtek. A legfelsőbb vezető beszéde előtt az internet elérhetőségét 24 órára korlátozták a perzsa államban. Az iráni nemzetbiztonság így akarja elejét venni a tüntetéseknek. A tiltakozási hullám a benzináremelés pénteki bejelentése után kezdődött. Teheránban szombat éjszaka is tartott az útblokád. Az autósok az előző nap folyamán foglalták el a forgalmasabb utakat. Irán több nagyvárosában is tiltakozások voltak. Volt, ahol a megmozdulás erőszakba torkollott. Az állami média azt jelentette, hogy egy rendőr meghalt. Az ország középső részén több mint 40 embert vettek őrizetbe. A kormány korlátozta a megvásárolható üzemanyag mennyiségét, és másfélszeresére emelte annak árát, ami világ összehasonlításban még így is a legalacsonyabbak között van.